Szép estét kívánok, kedves nézőink! Köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, az elmúlt héten voltak azok az ünnepségek, amelynek mentén nagyon sok elismerést, díjat osztottak ki. A díszközgyűlésen is ez így történt, a hagyományokhoz hűen a Szent István téren adták át Székesfehérvár kitüntetéseit. Ennek kapcsán én felidéznék, ezt körülbelül 2 éve írtam. Nagy Judit a Budapesti Gazdaságegyetem tanára, a Szabad Színház alapítója, rendezője, dramaturgia, feleség, édesanyja, nagymama, legenda. Nagy Judit Székesfehérvár kulturális életének meghatározó személyisége, akinek minden rezdülése szolgálat. Ezt írtam, mondom, körülbelül 2 esztendeje, vendégem pedig természetesen Nagy Judit, aki ezen a ünnepségen Pro Civitate díjat, elismerést vetett át. Gratulálok, szervusz! Köszönöm szépen, és a szép szavakat is köszönöm szépen, igazán megható. És semmi nem változott, mondom én. Az változott, hogy én azt láttam, hogy meghatódtál egy kicsit, mert én azt gondolom, hogy ugye nagyon is jól tudjuk, hogy évtizedek óta valóban mindent megteszel, hogy a Székesfehérvár kulturális élete gazdagabb legyen, és sikeres ez a tevékenységed, ez a munkád. Aztán elismerések is voltak bőségesen, de azért mégis más, hogy egy ilyen időszakban hogy gondolnak valakire. És ebben benne van a meghatottságban, én azt gondolom, hogy a Szabad Színház évtizedei mindenestől. Az igéző és mindaz, amit az elmúlt időszakban átéltetek, megtettetek. És ehhez még hozzátartozik, hogy kicsit bőlére nyújtottam ezt, de hogy most az augusztus 20-ai a koronázás ünnepi játékokon, a királyi napokon fantasztikus élmény várta azokat a gyermekes családokat, akik a Városház térre látogattak, hiszen megint egy olyan kiemelkedő produkciót nézhettek meg, ami azt mondom, hogy párját ritkítja. Ennyi gyereket, ennyi boldog szülőt én nagyon-nagyon régen láttam. Na hát nagyon örülünk, hogy ezt sikerült. Valóban megható volt ennek az elismerésnek a minden pillanata, az ünnepség, amikor átvehettem ezt a díjat, és főként azért, mert ahogy neked talán a híradóanyagban is mondtam, hogy senki sem lehet proféta a saját hazájában, és én mindig nagyon sajnálom azokat a fehérvári művészeket, akik ilyen olyan okokból távoznak Székesfehérvárról, és mondjuk a közösség nem tudja őket megtartani, vagy egzisztenciálisan, vagy művészileg, vagy személyes indítatásokból, de nem tudja megtartani, és akkor én ilyenkor mindig szomorú vagyok. Valóban egy közösségi ember vagyok gyerekkorom óta, tényleg aki ismer, tudja, hogy ha engem megköszöntenek, még egy bort sem lehet, azért rögtön 2 kell, mert én azt rögtön csapra verem, és még az átvett ajándékokon is megosztozom. Tehát én nem szeretek egyedül ünnepelni, hanem mindig pajtásokat, cimborákat, barátokat keresek hozzá, mint ahogy a színház sem tudna működni egy szeretett közösség nélkül. Én ebben hiszek, mindent ez működtet, azt gondolom a családot, mindenféle közösségeket, és természetesen egy városközösséget is, és hát ez különösen jól esik az embernek, amikor ráadásul lokális társadalmat, információs társadalmat, országimást tanít egy egyetemen, hogy mondjuk a saját közössége ismeri el, miközben én tudható rólam, hogy lokálpatrióta is vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon szép kitüntető cím, amiért én nagyon hálás vagyok mindazoknak, akik engem erre a díjra ajánlottak. Gondolok, hogy globálisan cseleked lokálisan, igen. Ez azóta és régről is így van. És akkor meg is érkeztünk egy kicsit a Szabad Színházhoz és az igézőhöz. Az igézőt azt tudjuk, hogy egy Nagy László versből vetted, és ez egy fantasztikus gondolat volt, mert most már szerte az országban mindenütt tudják, hála Istennek teszem hozzá. És ez tényleg egy olyan közösségfejlesztő tevékenység, amit ti tesztek, ami párját ritkítja. Induljunk el egy kicsit, ha röviden is, de ismerkedjünk meg az igézővel, illetve a Szabad Színházzal, hiszen vissza kell mennünk az időben a Videóton Művelődési Házig, Boldizsár Péterig, és így tovább.
A Szabad Színház 1958-ban alakult, úgyhogy 2021-ben ugye 63. évét tapossa már ez a színház, és most van bent a negyedik generáció a színházban. Sőt, már azt lehet mondani, hogy ha nem családokat nézünk, akkor már az ötödik generáció is, mert ennek a színháznak a sajátossága egyfelől az, hogy családi generációk generációról generációra adják át ezt a fajta közösségi tevékenységet és művészetet, valamint a másik sajátossága is be is tudunk hozni új embereket is a rendszerbe, hogy így fogalmazzak, hiszen már szinte rendszerszerűen működik az utánpótlás csoportok beindítása óta. Hát most egy kicsit szomorúan mondom, hogy az első olyan utánpótlás csoportunk, akik már a Hangszíntér Művészeti Iskolával közös alapfokú művészeti képzésben részesültek, tehát nem csak a mi belső utánpótlás képzésünkben. Hát ők most vannak ötödik éve bent, és érettségiznek, és elmennek, és nekem ez nagyon fáj, mert különböző egyetemekre mennek, de közben boldog is vagyok, mert ott is tovább folytatják ezt a fajta munkát, ahova mennek, illetve sokan vissza is jönnek, meg vissza is járnak. És ez is mindig nagy örömmel tölt el. Mennyit változott a színház csinálás? Ugye azt tudjuk, hogy kell hozzá amatőr szinten, ami most már réges-régen nem olyan jelzőszerkezet, hogy bánni kéne, hogy ez amatőr társulat, hiszen nagyon is jól tudjuk, hogy fantasztikus előadások, tehát bármelyik profi megirigyelni, arról nem beszél, hogy a Vörösmarty Színház nívós produkcióiban is ott vagytok. De mennyit változott? Kell hozzá pénzparipa fegyver, ezt eddig tudjuk. És ez egyre nehezebb, bármennyire is azt mondjuk, hogy kinyílt a világ és felgyorsult, azért egy úgymond amatőr társulatnak az elképzelése, főleg olyan nagy évű elképzeléseik vannak, mint ami téged, titeket jellemez, hogy ezt megvalósítsátok. Rengeteget változott. Én nekem azért volt fogalmam a század elő, 20. század elő színházáról családilag ismert a nagyapám, a Kolozsvári Nagy Színháznak az öltöztető szabója volt, és sokat mesélt, és egy érdekes véletlen, bár tudjuk, hogy nincsenek véletlenek, folytán pont Burján Zsigmond emelt le a polcról, vagy az ő családja emelt le a polcról egy olyan könyvet, amiben a Kolozsvári Nagy Színház egykori társulati és hát a színházban dolgozóknak a fotója szerepelt, és ott látható volt a nagypapám. Nekem ez a fotón például nem is volt meg, ez egy ilyen erdélyi kiadvány volt. No de, annak nagyon örültem, hogy Festbaum Béla a doktori disszertációját például a Kolozsvár és az Erdélyi Színházról írta, és nagyon kevesen tudják Magyarországon, hogy tulajdonképpen a század előn az Erdélyből átjött művészek reformálták meg a magyar színjátszást, amelyet aztán később, ugye nagyon sokáig követtünk, és pont Szikora János nemzedéke volt az a reformszárnyas nemzedék, akik meg azt váltották, és akkor azt a színházi mozgalmat reformálták meg. Néhányan a kortársai közül Aser Tamás, Árkosi Árpád, Pincés István, és hát 15 évvel fiatalabb Mohácsi János, de ő is ezt a reformszárnyas vonalat képviselte, vagy Árcsi János, vagy a korán elhunyt Pál István. Szóval ennek már én tanúja voltam, tehát egyfelől a régi történetekből, otthonról hoztam egy színházi világot, és aztán az annyira jó volt nagyon-nagyon jó volt visszaidézni a Festbaum könyv kapcsán, amiket a Béla leírt abban a könyvben, hogy jöttek Pestre, kik jöttek, milyen volt a társulatépítés, milyen volt a színházi koncepció, milyen volt a játékstílus. Nagyon-nagyon érdekes, olvasmányos munkát írt erről. És aztán, hát ugye én még fiatalként részese lehettem pont egy olyan stúdiumnak, amelyben Aser Tamás, Szikora János, Pincé és Árkosi is tanított, így tanítványai lehettem, vagy tanítványa
lehettem ezeknek a reformszárnyas rendezőknek, és Boldizsár Péter is közéjük tartozott. És mi gyakorlatilag, amikor Boldizsár Péter ide került a 70-es évek közepén Ház Erzsébet hívására, akkor pontosan ezt a reformszárnyas független színházi vonalat képviselte. És nagyon érdekes, azt is kevesen tudják, ez egy általunk szervezett konferencián derült ki, hogy a leges-legelső független színház Magyarországon, az Árvis Ura, az majdnem itt alakult meg, Fehérváron, mert hogy Budapesten figyelték őket, és túl központi helyen voltak a figyelem központjában, és ezért olyan helyen akarták megalapítani a színházukat, ahol egy kicsit kevésbé rájuk irányul a figyelem, de aztán mégis Budapesten alakították meg, de nem nagyon volt lemaradva ettől Székesfehérvár. Tehát az elkötelezettséged eredője ez a Boldizsár Péteri vonulat, igen, illetve az előbb felsoroltak az Asher Szikora, igen, és igen, társulata. Igen, igen. De miként lehetett ezt otthonná tenni, mármint a színházban? Hiszen azért egy különös időket éltünk akkoriban. Hát főleg, hát hogy te emlékszel rá, a fiatalabbak már kevésbé a Major Tamás féle színházra, és az akkori színházi rendszerre, vagy még a korábbiakra is, ugye, amiket akár a Benedek család mesélt, Benedek Miklós, illetve az apukája, vagy azok a színész generációk, ugye a Tahitót fivérek, ahol, vagy a Gálvölgyi, tehát hogy Bodrogi Gyula, tehát nagyon, nagyon sok történet van a fejünkben még arról a fajta színházról is, és tulajdonképpen én akkor voltam fiatal, ugye azt mondják a színházban, hogy akkor harapnak a legjobban a fiatalok, amikor ezek a reformszárnyas rendezők kezdtek följönni, és akkor nekünk már ugye Stanislavski, Grotowski után ugye már a modern színházat is tanították. Ez a Szikorának nagy kedvence volt Peter Brook, és ma is szerintem, igen, példaképe. És akkor hát ők mondták, hogy mit kell olvasni. Ők nyitották föl gyakorlatilag a szememet a tekintetben, akkor még nem volt net, hogy milyen könyveket kell olvasni, kinek a műveit kell olvasni, és hát tulajdonképpen egy ilyen félig autodidakta módon, ahogy ők is, ahogy fogadták be a japán színháznak a hatásait, akár az északi népek színházának a jellegzetességeit. Én konferáltam például kínai színházat, és nagyon sok kínai társulat lépett itt fel a Vörösmarty Színházban, turnéban. Szóval elkezdtem érdeklődni a keleti színházak iránt is. Volt Duró Győzőnek például a No Színházról voltak kurzusai, ezeket is hallgattam. És így szép lassan egy önálló szövetté, vagy egy saját magam által teremtett koncepcióvá vált össze az, hogy én milyen színházat szeretnék. Igen. Nyilván mindenkinek volt egy koncepció. De miként tudták ezt befogadni? Tehát a változnak a tempora mutantur jegyében azért változott a társulat is. Mindig jöttek a fiatalok, és megmaradtak természetesen a többiek is. Nyilván ők befogadóak voltak. Talán a szemléletet azt nagyon jól sikerült átadnunk, tehát hogy olyan nálunk az idősebb generáció is annyira nyitott volt, és ezt a reformszárnyas vonalat képviselte, hogy azt gondolom, hogy a szemléletet sikerült jól átadni, meg az értékrendet, hogy mi az érték és mi a talmi érték, és közben ugye én még egy csomó színháztörténeti dologgal is elkezdtem foglalkozni, mert észrevettem, hogy ez egy réspiac, hogy nagyon kevesen foglalkoznak, tehát hogy oké, hogy reformszárnyas színház, mindenki kísérleti színházat csinált, én már untam is már a 80-as évek végére, 90-es évekre ezt a sok kísérleti színházat, és akkor voltak olyan színházak, amelyek meg visszatértek az alapokhoz, például az ókori görögökhöz. És
és azon kezdtek el újra építkezni. Hát, mint ahogy látjuk ezt a baroknál, vagy akár valamelyik, bármelyik művészeti ágnál, hogy visszatérnek ugye az alapvetésekhez. És akkor én azt láttam, hogy onnan tudunk tanulni, átmenteni dolgokat, és elkezdtem a színháztörténeti, hagyományőrző produktumokkal is foglalkozni, és hát ebben nem voltam egyedül egyébként, mert most is vannak még olyan színházak, akik kifejezetten egyfajta, de mi nem egyfajtát csinálunk, egyfajta színházi vonalat képviselnek. Például most olvastam nagy örömmel, hogy van, aki egy színész-rendező, aki görög származású, ő például a görög színházat próbálja meghonosítani itt Magyarországon. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy ehhez az elképzeléshez, ehhez a rendszerhez mindig legyen csapatod. Ugye a csapatépítés az egyik erőssége a Szabad Színháznak, hiszen most már számtalan generáció dolgozik, és azt gondolom, hogy ugyanazokat az elveket fogják vallani, majd a felnőnek a töpörtjük is. Viszont ilyenkor említed mindig azt a fajta metakódot, ami a te sajátod. Ezt hogy értelmezzük most? Hát, mit jelent számodra az a metakód, amit te magadnak dolgoztál ki? Hát ugye azt tudható, hogy amikor az ember valamit szóban elmond, a verbális közlések, azok egészen a mondani valónak egész kis részét viszik át, az összes többi az a metakódokon keresztül, tulajdonképpen a nonverbális kódokon keresztül jut el a befogadóhoz. És én azt gondolom, hogy a személyes példa az nagyon fontos, és én ezzel nagyon-nagyon sokat tudok segíteni a gyerekeknek, valamint van egy olyan, nem tudom ezt igazából jól biztosan elmondani, szóban elmagyarázni, hogy van egy olyan látásmódom, hasonlóan, mint a Prusztnak az eltűnt idő nyomában, amikor amikor egy teasütemény, ugye ez a Médlen nevű teasütemény nyitja ki az emlékeket, vagy tárja föl az emlékeket, hogy én, ha akarok, akkor tudok gyerekszemmel gondolkodni, és gyerekszemmel látni. Például vannak olyan helyek Székesfehérváron, amit látok gyerekszemmel, tinédzser szemmel, meg mostani szemmel. Képes vagyok ugyanúgy, és ugyanazon a téren vagyok, de mégis önmagamban egy időutazást tudok tenni, és ugyanazt a hangulatot föl tudom idézni, vagy föl tudom idézni például, amikor én 15 évesen bekerültem a Vörösmarty Színházban, az akkori öltözőnek az illatát. Föl tudom idézni, benne van az orromba. És szerintem ez egy olyan különleges adottság, hogy én gyerekszemmel tudok látni, hogy talán ez a titka annak, hogy olyan innovatív dolgokat és olyan érdekességeket tudok kitalálni, ami egy gyerek számára is mondjuk érdekes vagy érthető. És ez átörökíthető? Részben hát, biztos. Én azt gondolom, hogy igen. Én azt látom, hogy a saját gyerekeimnél, a Daninál ő zenész, és őt látom, hogy ő sem tudja megfogalmazni, hogy mi ez, de ő a zenei világában ezt a játékosságot, ezt a játékos formát abszolút kifejezi, sőt, van olyan dal, van olyan klip, amit éppen egy gyerekkori élménye ihletett, amit föl tud idézni, és azt látom a Bencénél is, főleg amikor bábozik, vagy amikor rögtönöz, hogy ő is föl tudja idézni. És gyaníthatóan így lesz majd ez a Botonnál is, hiszen most már a királyi napokon azért csak-csak bemutatkozott nekünk, tehát megvan az új generáció. Igen, igen. Hát a mi családunkban tényleg ő már a negyedik, igen, a negyedik generáció, de ez csak a mi családunk. Tehát, hogy vannak még családok, ugye a Törzsök Mertennek a családja, ahol szintén az unokák is benne vannak az utánpótlás csoportban, vagy Kovács Szilárdnak, vagy Szabó Lajosnak a családja. Remélem, hogy majd a kicsik is bevonhatóak lesznek. Ez egy örök, megtartani óriási kihívás. Egy ilyen elismerés nyilván segít, a közönség szeretete nem különben. És pontosan ezért kérdezem, hogy fogadtad ezt az elismerést, amikor kiderült, hiszen a nevében is benne van, hogy ez egy a város számára is egy kiemelten fontos díj. Én nagyon örültem neki, megmondom őszintén, és főként azért örültem neki, mert tényleg a színháznál szélesebb körű
azt lehet mondani, a tevékenysége magának, a társulatnak is, illetve az egyesületünknek. Másfelől meg az egyesületünk az idén 30 éves. És a mi egyesületünknek az alapítói, akik ma is alapítók közül, nincs közöttünk már Tóth László, aki az egyesületünk titkára volt, aki szintén most szerintem nagyon boldog lenne, hiszen az alapítóknak annak idején pont valami ilyesmi volt a célja. Ugye Tóth Laci az annyira elkötelezett közösségfejlesztő és közösségi ember volt, hiszen azért is a halálát követően a közösség hozta létre azt az emlékfalat, ami később a művelődési házban, a Tóparti művelődési házban Bocsánat, állt. Csak ha valaki nem tudná, a Szabad Művelődés házának vezetője, igazgatója, megteremtőjéről beszélünk. Igen, és azelőtt pedig igazgató helyettes volt. Magyarics András alatt, azelőtt pedig hát ő úgy hívta magát, hogy mezitlábas népművelő, de hát hogy népművelő volt, és hát a fiatal dalos találkozónak a megteremtője, a Péntek Három Teátrum alapítója, az Amatőr Színház alapítója, és még nagyon sok fajta fesztivál rendezvény alapítója, és a mi egyesületünknek is ő volt a titkára egészen haláláig. És mindez eszembe jutott. Tehát kérdésedre válaszolva, hogy fogadtam, na, valahogy ez így összetolult bennem, föltolult bennem, hogy örülne a Laci, hogy örülnének azok az emberek, akik már nincsenek köztünk, és ugyanúgy társaink voltak, és ők is ugyanezen alapelvek mentén működtek, és azt gondolom, hogy mindenki nagyon örülne. Kinyílt a világ most már a koronavírus járvány után, és tudom, hogy ti aktívak vagytok abszolút. Mire készültök? Hiszen nyilvánvaló, hogy azt a szintet meg kell tartani, és tudom, hogy most már elindultak a próbák is. Meg kell, hogy mondjam, hogy várjuk, tekintve, hogy a Vörösmarty Színház mostanában nem nagyon játszott, és azért szívesen látnánk új darabokat. Igen, hát már ma is lesz programunk az Igézőben egy irodalmi est Lázár Balázzsal, és még a szeptember folyamán is sor kerül ilyen irodalmi estekre, és mi magunk pedig először egy Tasnádival kezdünk, azzal kezdjük az évadot, mert az volt az utolsó előadás, amit bemutattunk, és hát nagy erőkkel kezdünk dolgozni azokon az előadásokon, amelyeket már színpadra szerettünk volna állítani, de a járványhelyzet miatt ez nem sikerült. Így például a Mesterembereket, illetve a Médiahatás című darabot, valamint most próbálják ezen a héten intenzíven azt az iskolaszínházi előadást, amit szintén Tasnádi István jegyez, egy nemzetközi hírű film kapcsán írta ezt a darabot, a Hullám a címe. Ez egy ilyen demokrácia játék, ezt pontosan iskolákban és kollégiumokban szeretnénk játszani, hogyha elkezdődik a tanév, ezért is sietünk most vele, hogy készüljön el. Ennek egy fázis bemutatója pénteken lesz, most pénteken, a Székesfehérvári Közösségi Kulturális Központban, így van. No, hát keretbe zárva a történetünket, engedd meg, hogy most téged idézzelek, imígyen szól ez a gondolatsor. Azt gondolom, hogy szabad maradtam, szabad akarattal választottam ezt, mert valahogy ez az utam, megtaláltam ezt az utat, és szerencsére vannak társaim, akikkel együtt megyünk a felnőtté válás útján, mint Óz vagy Dorka, meg annyi társal együtt, akik lehet, hogy madárijesztőként, bádogemberként, gyáva oroszlántként keresik a saját útjukat, a felnőtté válás útját, és nagyon remélem, hogy meg is találják, és eljutunk Ózhoz, aki elmondja, a titok benned van. Ezt tartod? Igen, abszolút. Ez nagyon kedves gondolat, mert azért is, mert ezt a mesét én nagyon sokáig ilyen nagyon felszínesen szemléltem, egészen addig, amíg egy pályaorientációs program kapcsán nem világosodott meg bennem. Terveztem, mert hogy én alapvetően
villamosmérnök vagyok az alapképzettségemet tekintve, az egyik diplomám villamosmérnök, és egy olyan pályaorientációs rendszert terveztem, ami egy mesén, egy játékon alapul. Tehát gyakorlatilag a művészetet is már valahogy összehoztam az informatikával, és ennek OSZ program volt a címe, és ennek is tulajdonképpen a mögöttes gondolata, vagy a krédója, vagy a célja ez volt. A gyakorlati értelme pedig az volt, hogy a gyerekek ezeken a készség-képességfejlesztő programokon keresztül ismerjék meg saját magukat, és találják meg a saját útjukat, és azért neveztem el OSZ programnak. És azt gondolom, hogy ez például a színházra, vagy a művészetekre nagyon-nagyon jellemző tényleg. Nos, hát akkor köszönöm szépen, és sok sikert kívánok, további sok sikert ehhez az úthoz. Én is nagyon szépen köszönöm. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták. Vendégem Nagy Judit volt, a Szabad Színház művészeti vezetője, aki ebben az esztendőben Pro Civitate elismerést vehetett át. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Viszontlátásra!